Üdvözlöm Önöket! Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják, Balázs István vagyok. A műsor első felében először kabala kártya jelentősége, és hogy mit lehet tudni róla. Majd humor és ezotéria, a harmadik részben emésztőrendszeri betegségek és problémák, a negyedik részben kristálygyerekek, mire tanítanak bennünket. Négy részt hoztam Önöknek, kérem maradjanak velünk. Köszöntöm a stúdióban a vendégemet, Tóth Népető Mónikát, tarot tanácsadót. Köszönöm, Mónika, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én meg nagyon szépen köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntök mindenkit. Mónika, mit jelent az, hogy kabala? A kabbala egy ősi bölcsességet jelent, ebbe azt mondhatom, hogy sok minden benne van. Igazából benne van az, hogy miért születtünk erre a világra, mi célból vagyunk itt, milyen adottságokat hoztunk magunkkal, mik a tőkéink, milyen betegséghajlamokra vagyunk érzékenyek, miket kell megtanulnunk. Honnan ered ez? A kabbala Atlantisról ered, több nép nemzet örökített át Atlantisról, az egyik most már kiadja aránylag nyilvánosan, a másik még nem. Az atlantiszi tudás nagyon sok mindenben benne van, a tarot és a kabbala összekapcsolódik, és a kettő egymást ötvözi. Kinek lehet alkalmazni? Végül is bárkinek, aki a latin írással írja a nevét, bárkinek lehet alkalmazni. Általában gyermekeknek szoktuk használni 3 éves kortól, és a kabbala a születés pillanatától érvényes az utolsó pislantásig. Tehát akkor itt nincs kor. Nincs kor. Kortalan a kabbala, mint mi. Melyik az a terület, amin igazán hasznos, vagy hasznossá tud válni az a tanácsadás, az az elemzés, amit a kártya segítségével te tudsz adni annak, aki hozzád fordul? Igazából a kártyával meg tudjuk mutatni azt, hogy miből milyen utak lehetségesek a kijövetelre, hogyha valakinek valami problémája van, több lehetőség fel van vázolva, meg lehet vele mutatni a betegséghajlamokat, esetleg kezelési módot lehet rá alkalmazni. Mik lehetnek a kezelési módok, amik használtok, vagy személy szerint te? Lehetséges természetgyógyászatnak bármilyen ágazatával segíteni. Egyszerűen egy egyszerű beszélgetéssel is sok mindent fel lehet oldani a vendégben. Jön a problémájáról, vagy beszél, vagy nem, zömmel nem beszélnek, titkolóznak, beszélnek másról. És amikor a kártyát kirakom, akkor az ad egy útmutatást, hogy honnan ered a problémája. És akkor rákérdezek kegyetlenül, és akkor elkezd róla beszélni. Ez az útmutatás, ez mennyire lehet hosszú, milyen sokáig kell fogni a kliens kezét, vagy el szabad engedni, és akkor ő tudja már saját dolgát, végig tud menni az úton. Igazából én azt vallom, hogy el kell engedni a kezét. Tehát a szabad akarata, a döntésjoga az ő kezében van. Én egy lehetőséget vázolok fel neki, van, amikor van több lehetőség, hogy ebből valamelyikkel éle és melyikkel, az már az ő joga. Értem. Energiakép mit mutat meg neked? Az energiaképben benne van az, amiért születtünk, amit meg kell tanulnunk, és konkrétan abban vannak benne a betegség tünetek. Ha valahol az energiaképben van 10 kapu, 10 energiakapunak mondjuk, és vannak olyanok, ahol vannak pajzsok, tünetek, ez a betegség tünet. És hogyha onnan visszafelé keresem, hogy melyik tanuló feladatos kapuból megy oda a betegség tünet, arra kell odafigyelni. Azt kell élni mindennapokban. A kártya segítségével lehet-e a jelenbe, a múltba és a jövőbe esetleg belelátni? Hát a jelenbe egyértelmű, gondolom. Igen. A jövő és a múlt a kérdés, hogy abba lehet-e valami Igen. segítséget adni, vagy ez a tanítás és ez az egész procedúra, protokoll, ez elfogadja azt, hogy volt előző életünk? Igen, természetesen. Ugye az előző életekből hozunk tanuló feladatokat. Azokat meg kell tanulni, ha nem tanuljuk meg, annak vannak különböző tünetei, okai. A kártya sok mindenre utat mutat. Meg lehet nézni azt, hogyha valakinek problémája van, akkor az honnan ered? Múlt életből, jelenből-e? És hogy az a jövőre hogyan fog kihatni? Tehát, hogyha ő képes változtatni a jelenlegi álláspontján vagy gondolkodásmódján, akkor igen, van rá esély, hogy jól fog kijönni a dologból. Megvan a idézőjelben mondva a diagnózis, hogy honnan hozta
a problémát egy előző életéből, vagy esetleg jelen pillanatról van szó. Mi az az út, amit tudtok javasolni, és mi az a kiegészítő terápia, amit még esetleg javasoltok, vagy tovább külditek, hogy menjen el ide-oda-amoda? Attól függ, hogy elfogadja a mi javaslatunkat. Tovább szoktuk küldeni természetgyógyászhoz, SVT-sekhez, tehát mindenki, aki a testen, lelken tud segíteni, akár csak egyetlen egy mondattal, vagy akár egy kézfogással, egy éppen odavetett mondattal, ami jókor hangzott el, ezek mind segítenek. Mennyire kísérlitek figyelemmel, én úgy gondolom, hogy nagyon, a test-lélek-szellem harmóniáját. Teljes mértékben, ez teljesen természetes. Ugye valljátok azt, hogy ennek a harmonikus együttlétnek a végeredménye az egészség. Így van. Megvan az ember képetek, és mondjuk a lélekben van a probléma. Milyen utat javasolsz? Mik az, amik lehetnek akadályok esetleg? Akár egy névtelen kliensnek a példáját is elmondhatod. Onnantól fogva, amikor felismeri a problémát, tehát több szempontból is kielemezzük, hogyha rámutatunk neki, hogy innen ered a problémád, ezen kellene elgondolkodni, és ő képes ezen a változáson átmenni, akár családi segítséggel, akár teljesen külső segítséggel, akkor minden megoldódik. Most én nem mondom azt, hogy mindenféle testi tünet megoldódik, mert ez eleve nem. Hát igen, a testi tünetekhez szoktam én mondani, lehet, hogy helyesen, helytelenül, hogy fizikai beavatkozás kell. Így amire van. Manuál terápiákat értem, ugye a masszírozás fajtáktól kezdve, ami beletartozik. Mert hogy azért a fizikai testnek is kell valami, ugye akkor a hármasság igaz, a test, szellem, lélek, hogy harmóniában van, hogyha mindegyiknek odaadjuk, amire szüksége van. Mi a helyzet akkor, amikor mondjuk egy összetett lelki emésztőrendszeri problémával találkoztok, mi a protokoll, mit javasolsz, hova menjen, mit igyon, mit tegyen, esetleg vannak ilyen tanácsadások? Elsődlegesen egy komplet vérvételre, laboreredményre, és majd az orvosa elmondja, hogy hova. Tehát én javaslatot tehetek neki, de elsődlegesen szigorúan csak orvoshoz irányíthatom, vagy természetgyógyászhoz, a kettő együttműködve. Értem. Ez nagyon szimpatikus, és ez nagyon helyes is szerintem. Mit mutat meg a krónikus, a karmikus találkozás, bocsánat, krónikus, már a betegségekre jár a fejembe. Karmikus találkozások, az például, amikor egy családon belül nézünk meg több embernek a vállalt feladatait, és az előző életből hozott tőkét, akkor ott vannak olyanok, hogy archaikus potenciál. Amit úgy nevezünk mi, hogy archaikus potenciál, az neki tőkéje, de addig nem tőke, amíg valaki azt fel nem ébreszti benne. Tehát oda-vissza működik. Az egyiknek ugyanazt kell tanulni, a másiknak az tőkeként lesz jelen, és ha két ember találkozik, akár egy családon belül, akkor egymást tudják támogatni ebben. A kabala és a tarokkártya hogyan viszonyul egymáshoz? Kiegészítik egymást, vagy párhuzamosan működnek? Ki is egészítik egymást, és tökéletesen párhuzamosan is működnek. Én azt gondolom, hogy egyik nem létezik a másik nélkül. Mindenki tudja azt, hogy létezik a kabbala, létezik a tarót, ezt össze kell hozni. Tehát bárki képes erre. Egy életfát letesz maga elé, és megnéz, hogy az utak hol helyezkednek el. Például egyetlen egy lapot szeretnék megmutatni. 19-es. És ott van egy picike kis fekete, az az ő útja, az életfán. Érdekes, színes képek vannak rajta, én eléggé nehezen látom én is, de ugye van rajta írás is, természetesen. Mondjuk, ha ezt a kártyát húzza valaki, igen, mit mond neked ez a kártya az illetőről? Hogyha az egészségét nézzük, akkor azt mondanám, hogy ugye ezek a szintek, ezek csakrákat... Igen, folytasd. Csakrákat mutatnak, és az a legalsó csakra, a gyökércsakra, amit ott mutat a zöld, az pedig egy felső csakra, az a köldök felett két ujjnyira helyezkedik el, és mert az a test bal oldalán helyezkedik el, bal oldalról lefelé, akár talpig, bokáig, bármi beleférhet. Beleférhet ízületi gyulladás, izomhúzódás, akár alhasi részek, belső nemi szervek, és hátul ez a keresztcsontnak az alsó része. Kihúzta valaki ezt a kártyát tőled. Igen. Elmondod ugyanazt, amit most elmondtál nekünk itt. Igen. Nyilvánosan. Mennyire pontosak ezek a megállapítások? Tehát most 3-4 dolgot mondtál a derék környéki problémákról.
ez általában igazi szokott lenni, visszajelzik, hogy visszajelzik. Hát Monika, nekem tényleg fáj a derekam, vagy nem tudom, fáj a vesém, vagy a vizeléssel van problémám. Visszajelzik. Volt olyan példa, az tetszett nekem nagyon, gyomor környékére jött ki a kártya, hogy az a rész problémás neki, és mindig a háta fájt. És mondta, hogy neki a háta fáj. Epe állt a háttérben. Epe probléma. Nagyon érdekes, amit mondasz. Lehet-e tanulni ezt a kártyával való dolgozást? Mennyi időt vesz igénybe ennek a megtanulása? Egy év, két év, három nap, négy inkább nap? Egy évet mondanék. Tehát ez egy intenzív tanulási folyamat. Ez nem úgy működik, hogy ma eljön valaki, holnap már ebben rendelkezik. Tehát ezen nagyon sokat kell még önmagának is dolgozni. Mennyire fontos az önértékelés, az ön... Tudom-e, hogy ki vagyok? Azt hiszem így talán pontosabb a dolog, amit szeretnék tőle tudni. Mert hogyha valakinek a kezébe oda kerül ez a kártya, aki azt se tudja, hogy én ki vagyok, mire vagyok képes, vagy mennyire vagyok felkészült, vagy elfogadom-e azokat a intuíciókat, utasításokat, amit esetleg az éterből kapok, vagy tud-e vele valamit kezdeni, akkor szerintem rossz kezekben van a kártya. A kártya nincs rossz kezekben, igazából az a lényeg, hogy egy embernél kiszámoljunk egy adottságot. És akkor megmutatjuk neki a lapot, hogy ez tartozik a te adottságodhoz, elmondjuk neki, hogy ez mit akar, és onnantól fogva tisztában van ő azzal, hogy ez neki egy életre szóló tőkéje, tehát a nehéz időszakokon azzal át tud lépni. Én jól értem, akkor nem tud senkit ebben ártani, vagy nem tud ebben téveszteni, mert ez csak egy útmutatás. Így van. És akkor ennek az útmutatásnak az az eredmény, amit az előbb is beszéltünk, hogy hülye, fáj a derekam, meg fáj a vesém például. Milyen időközönként van oktatás, és egyáltalán milyen időközönként kell visszatérni arra, hogy beszámolni, vagy rámeditálni, vagy egyáltalán gyakorolni ahhoz, hogy egy tapasztalatot szerezzen valaki. Én azt gondolom, hogy ha valaki elkezd komolyan a kártyával foglalkozni, akkor napi minimum fél óra az legyen meg. Elővesz egy kártyát, és elkezd vele dolgozni. Rámeditál a szimbólumokra, a rajta lévő nevekre, szövegekre, és az, hogy azt mondhassam, hogy tényleg profi, ahhoz minimum egy 8-10 hónap kell, de napi szinten dolgozni vele. Tehát ez ugyanolyan, mint minden idézőjelbe téve szakma, hogyha nem művelem, vagy nem tanulok rá, akkor nem ér semmit. Így van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Kívánok neked nagyon sok olyan klienst, akibe örömöt lesz, és hát további jó munkát. Köszönöm. Én köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm. Kedves nézőink, egy pici szünet után folytatjuk. Maradjanak velünk.